Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a terve? Így nevezem ezt a tőlem származó jóslást. Mik a gondolatai, mik a tervei, milyen lépéseket tesz a közeljövőben? Ez a felvétel egy személyes jóslás, de megvan arra a lehetőségetek, hogy ti is megrendeljétek ezt a jóslást. A díjam 3500 forint. Kedves csillag, köszöntelek! Ez a te videód, ez a te személyes jóslásod. Szeretnéd tudni, hogy mit gondol ő, mik a tervei, tervez-e veled közösen valamit, lesz-e arra lehetőség, hogy ti összejöjjetek, és az is fontos, hogy megbízhatsz-e benne. Mindezt megválaszolom ebben a videóban. Az ő jelenlegi helyzetét ez a kártya mutatja. A kártyáknak van szimbolikus jelentése. Itt ezek az érmék az anyagiakat és az ő munkahelyi szituációját mutatja. És pontosan az, amit ő tekint, egy párkapcsolat, az most nem olyan fontos a számára, hanem ő gondol a pénzre, és az anyagiakra, azt számolgatja itt. Viszont ezeknek az érméknek van egy másik jelentősége is, mégpedig az, ami számára értékes. Tehát nem is biztos, hogy csupán anyagiakról van szó, hanem ő odafigyel, ami számára értékes lehet. És milyen irányba tekint, milyen tervei vannak, ezt mutatja ez a kép. Itt valaki beteg. Az lehetséges, hogy valaki beteg a családban, vagy az ő környezetében. Az is lehet, hogy jelenleg nem érzi jól magát. Viszont amire én gondolok, hogy pontosan ez a koronavírus, ami most úgy aktuális mindenütt, és befolyásolja az anyagiakat, vagy a munkahelyi légkört, hogy pontosan ez, ami őt jelen pillanatban nagyon foglalkoztat. Mi az, amit elérni szeretne? Milyen tervei vannak? Ezt mutatja ez a kártya. A 6-os szám a múltra utal, de azt le akarja zárni. Az is lehet, hogy még vannak emlékei, viszont ami neki most fontos, ez lenne egy találkozás. A tűz elemében ez őt lelkesíti, és mutatja az ő szenvedélyét is. Ez nem az, amit ő most átél, szóval az, amit ő tervez. És hogy gondol rád? Ezt mutatja itt ez a kártya. Szeretne veled találkozni. A 2-es számnak is van jelentősége, mégpedig az, hogy te és ő. Itt nincs egy harmadik személy. Ez a kártya mutatja a levegő elemét, tehát kell, hogy legyen könnyűség benne. Ő szeretné azt kimondani, hogy hogy érez, tehát ennek is van egy jelentősége. Mi fog változni nála? Ezt mutatja ez a kép. Megint a 6-os szám, ugyanúgy, mint itt. Az a múltra utal. És szeretné a múltat lezárni, mert pontosan az, ami őt itt keresztezi, ami miatt nem megy tovább, és ha ő le tudott zárni bizonyos dolgokat a múltjából, akkor itt lesznek változások, és egy utazás is. Talán egy közös utazás. És mi a kapcsolat köztetek jelen pillanatban, azt mutatja itt ez a kártya. Ő figyel téged.
Te másfele tekintesz, mint ahogy itt a képen látjuk is, tehát neked nem mindig tudatos az, hogy ő egész idő alatt figyelget téged. Nem tudod, hogy mi várható. Emiatt így szűkösen érzed a dolgokat, mint egy kerítés lekerít téged. És a 9-es szám is erre utal, hogy nem tudod hogyan tovább, nem tudod, hogy milyen lépéseket tegyél, hogy az az érzés, minthogyha belennél szorítva valamibe, ez lehet a félelem is. Van az ő életében egy másik hölgy, ez a kép azt mutatja, hogy ez véget ért. Ő ezt lezárta. Itt is ez a kerítés nem megy tovább. A 8-as szám arra utal, hogy ez olyan húzavona volt számára, és ez le van az ő részéről zárva. Ami itt fontos ennél a második képnél, hogy a nap mutatja a világosságot, az ő világos szavait. Tehát ő úgy mondja a dolgokat, ahogy ő gondolja, ahogy ő érzi. És az azt jelenti, te megbízhatsz benne. De valamit kell, hogy tanuljatok. Az is lehet, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, ez egy ilyen kármikus kapcsolat, abban mindig van valami tanulás, mert ő sugározza azt, ami neked fontos, vagy te, ami neki fontos, így tanultok egymástól dolgokat. Persze, ez a kártya mást is mutat, azt is, hogy ő nagyon tudásos férfi, te is. Tehát nem csak a szerelem és a testi kapcsolat fontos, hanem az is, hogy egymástól tudjatok valamit tanulni, hogy bizonyos dolgokról tudjatok beszélgetni, az intelligencia nagyon fontos. És ő így lát téged, hogy neked tudásod van, és az becsüli is. Ő fog jönni, ő fog közeledni hozzád. A kezében van egy kehely, ami a víz elemére utal. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Tehát ez a lelkéből, a szívéből jön, és szeretettel közeledik hozzád. Megvan arra a lehetőség, hogy ti kialakítsatok egy párkapcsolatot. Ezen a képen mutatja itt ez az ablak, ezek a lehetőségek. De ha megnézed ezt a képet, ezeknek szimbolikus jelentései vannak. Az, hogy ez a hölgy olyan ruhátlan, az mutatja nyitottságot. Tehát te nyitott vagy erre a kapcsolatra, a lehetőség megvan, azt itt mutatja az ablakon, azt, hogy ezt kinyithast, ha odafigyelsz rá, azon kívül itt a tűz eleme a lelkesedést mutatja, de a melegséget is. Viszont, amit itt láthatunk, ugyanúgy, mint ennél a kártyánál is, itt is látható, hogy te elfordulsz. Bizonytalan vagy, vagy visszahúzódó. Az is lehet, hogy vársz arra, amíg tőle jön valami, ami téged erősít abban a hitben, hogy kettőtök között kialakuljon egy párkapcsolat. Az jó lenne, ha másfele tekintenél, mégpedig az ő irányába. A lehetőségeket kell, hogy nézzed. Itt is a tűz eleme, itt is a tűz eleme, pontosan az, ami neki is fontos. A lelkesedés, az érzelmek, a szív melege, és ami még fontos a tűz eleménél, ez a bátorság és a mozgás. De ha úgy gondolod, hogy jobb lenne, ha ő felét közeledne, megvan rá a lehetőség, mert ez a kép mutatja, hogy ezt ő meg fogja tenni. És amit ő közöl veled,
az tényleg a szívéből jön, megbízhatsz benne. Az, ami most energiailag összeköt benneteket, azt át tudom változtatni számokra. És a következő szám jelenti ezt, a 7-es szám, a 0 és a 4-es szám. A 7-es szám a hold energiájával van kapcsolatban. A hold mutatja az álmokat, a vágyakat és a reményt. A 0 szám, ez is egy szám, azt mutatja, hogy mik a terveitek. Mondhatnám azt is, hogy a fantázia, a gondolatok. Összeköt benneteket ez a gondolat, mégpedig, mint ahogy a 7-es szám mutatja is, ez az álom, ezek a vágyak és a remények. És a 4-es szám mutatja a tetteket. Tehát ez az álom, ezek a gondolatok valóra fognak válni, és ez a 4-es szám mutatja a tetteket és a biztonságot is. Tehát erre tudtok építeni. Ugyanúgy, mint amit ő jelen pillanatban érez, itt is a 4-es szám látható. Most felteszem a kérdést. Gondol ő rád, szeret ő téged, van arra lehetőségetek, hogy egy kapcsolat kialakuljon köztetek? Igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobbra fordul, az azt jelenti, igen, kialakul közöttetek valami, és ő szeret téged. Amennyiben az inga balra mozdul ki, az azt jelenti, nem, ebből nem lesz semmi. Amennyiben az inga megáll, állva marad, az azt jelenti, hogy minden megáll, és nem mennek a dolgok, viszont megvan ennek ellenére a lehetőség, hogy későbbiekben közeledjetek egymáshoz. Az inga jobb oldalra fordult ki, és az azt jelenti, ő szeret téged, ő szeretne veled egy párkapcsolatot kialakítani. Kedves csillag, így tudtam ezt elmagyarázni ebből a jóslásból. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!